Wang Ziyang a Pécsi Konfúcius Intézet új igazgatója, egyike volt azoknak, akik eltervezték annak megalapítását. Mint mondja, biztos a Pécsi Intézet fényes jövőjében, hiszen nem csak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában is egyedülálló módon a több ezer éves hagyományokra visszatekintő, tradicionális kínai orvoslás az egyik fő profilja. A Pécsi Intézet munkatársai új környezetben, a Mária utcában várják ezen túl a hallgatókat. A költözés egy új kezdetet jelent, amely során folytatni szeretnénk a megkezdett munkát a hagyományos kínai orvoslás, a nyelv és a kultúra terén. Hosszú távú célunk, hogy a Pécsi Tudomány Egyetemen bővüljenek a kurzusok, és egy teljes egyetemi programként elindíthassuk a hagyományos kínai orvoslást. A Konfúcius Intézetnek összesen 200-300 hallgatója van, akik jelenleg a kínai nyelv, a kínai kultúra és a hagyományos kínai orvoslás kurzusokat választhatják. Nagyon örülünk annak, hogy elköltöztünk. Egy új, összefüggő területen helyezkedik el most így az intézetünk. Sokkal láthatóbbá váltunk a hallgatók számára, így abban bízunk, hogy ez is egy tényleg egy mérföldkő a láthatóságunkban, hogy jobban látnak minket, tudják, hogy ott vagyunk, és így jelentkeznek majd a kurzusainkra, és tovább tudjuk tervezni az órarendünket. Az idei tanévben 4 új kínai oktató érkezett. Az önkéntes kistanárokat, a kínai orvoslástanárokat és a nyelvtanárokat egyaránt az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem küldi Pécsre. Mi és a Konfúcius Intézet valamennyi kollégája mindent megtett azért, hogy jól érezzék magukat, hogy megfelelő környezetben legyenek, hogy eligazodjanak a városban. Hát a gyerekek meg teljes szívvel segítik az ő munkájukat, tanítják őket magyarul, úgyhogy nagyon jó élményeink vannak. A felkészülésben pedig kifogástalanul haladnak előre. A két egyetem közötti kapocs a Konfúcius Intézet. A cél a közös tudományos kutatások elindítása és a kapcsolat szorosabbra fűzése a Pécsi Tudományegyetem és az Észak-Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem között.